Jó reggelt! Az előbb véletlenül felhívott a telefonom. A telefonom ilyet nagyon gyakran csinál, ez inkább az éjszakai órákban rettenetes, belétve a lányom is hívott engem éjszaka, aztán nem írt egy bocsánat, úgyhogy még nem küldtem el neki az SMS-t, hogy azért ez így nem kóser, mert az ember ilyenkor nem tudja, hogy ilyenkor azt szokták küldeni egy elnézést, amivel persze további bajt okozhatnak, ha valaki alszik. Ellenkező esetben viszont nem tudja eldönteni, hogy mennyire fontos a dolog, de ahhoz viszont rövid ideig csöngött. Te régen egy éjszakai telefonáló voltál, vagy most is az vagy? Tehát aki a barátaival este még átveszi mindazt, ami vele történt, vagy ennek a korszaka már lejárt? Én valamikor nagyon nem. Az voltam. Nem, nagyon, nagyon. Igyekszem tiszteletben tartani barátoknak, kollégáknak, ismerősöknek és rokonoknak a magánszféráját, úgyhogy nagyon ritkán beszélek este 7-8 után telefonon, azt igyekszem inkább a családdal tölteni. Home office-on? Vegyesen, teljesen nem tudom megoldani, de az a helyzet, hogy maga a Városliget ZRT, az 3 hete home office-ban van, de nyilván home office-ból nem lehet téglát rakni, mint ahogy home office-ból nem lehet karbantartani, vagy üzemeltetni, vagy problémát elhárítani a ligetből, úgyhogy vegyes, a cégnek nagyjából a 2/3 tudja a beruházói tevékenységet, vagy a igazgatás szervezési tevékenységet otthonról végezni, a többiek bent vannak. Nekem ez ilyen nagyon vegyes, most például befelé tartok. György Javis Benedek beszélget velem, vagy én beszélget velek vele, nézőpont kérdése, Városliget ZRT vezérigazgató. Azt kérdezem tőled, hogy arra nézve van-e már mérés, hogy akik dolgoznak terepen, ugye lehet látni, hogy gőzerővel vagy nem gőzerővel, ezt te jobban tudod, épül a Néprajzi Múzeum, de abból adódóan, hogy maszkban dolgoznak, illetve hát maszkban kellene, hogy dolgozzanak, én itt most nem az ellenőr vagyok, mennyire lassul le, vagy mennyire nem lassul le a tevékenység? Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen számítás? Vagy az az elvárás, hogy minden pontosan úgy készüljön, mintha nem lenne pandémia? Nehéz kérdés ez, tehát nyilván lassan egy éve együtt élünk a vírussal, és próbáljuk ennek a különböző hatásait minimalizálni kint az építkezéseknél és a ligetnek a megújításánál is. Ez hol jobban, és hol pedig rosszabbul sikerül. Azt gondolom, az első és a második hullámot egész jól megoldottuk, tehát, és nem csak mi, hanem nyilván azok a szerződött partnereink, generál kivitelezők, akik a beruházásokat végzik, tehát hogy az első és második hullámnál se a Néprajzi Múzeum, se a Zeneháza, se pedig a parkfejlesztés ütemei nem lassultak amiatt, mert a vírus itt volt velünk. Ezt egy-két szerződés módosítással meg lehetett oldani. Ugye fontos ilyenkor, hogy az anyagok előre be legyenek szerezve, ezek valamilyen utómódban raktározva legyenek, tehát hogy az ellátási útvonalakban, ha csak gond lenne, mert nem tudja átlépni a lengyel-szlovák, vagy majd a szlovák-magyar határt, mondjuk a betonacél, akkor adott helyzetben ez problémákat okozhat. De ettől függetlenül most a harmadik hullámban azért mi is érzékeljük, egyre több olyan levelet kapunk a szerződött partnerektől, hogy legalábbis átszervezést vagy átütemezést igényel az ő munkájuk. Egyelőre a véghatáridő nem fenyegeti, nyilván közös érdek, hogy ez semmilyen úton módon ne sérüljön, de azért elég sok helyen felütötte a fejét a vírus, tehát ilyen tömeges megbetegedéssel vagy gócpontokkal azért találkozunk már elsősorban a szerződött partnereknél. Önmagában a pandémia drágítja-e a kivitelezést, a hétköznapi életet? Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem, tehát mi a Városliget beruházása kapcsán pedig azért jelentős mennyiségű közpénzt kezelünk, mi közvetlen árfelhajtó hatással nem találkozunk. Azzal a közvetett hatással természetesen igen, ami hol emeli, hol csökkenti nekünk egyelőre, emiatt szerződést nem kellett módosítani, hogy azért a pandémiának az egész gazdaságra, ezen belül is az építés beruházásra gyakorolt hatása azért az elég jelentős. És ugye nagyon összefüggnek itt a dolgok egymással, tehát hogy mondjuk egy komoly magánberuházásnak, vagy egy komoly állami beruházásnak a véghajrájában azért mi magunk is saját szemmel látjuk, hogy az építőipari teljesítmény az hogyan nő, vagy csökkent. Tehát mondjuk amikor a nagy stadion befejezték, vagy amikor egy az Ericsson székház átadása zajlott, hogy mondjuk egy privát piacról érkező példát, akkor bizony
a munkaerőszáma adott helyzetben egy-egy városligetes beruházásnál napokig csökken, aztán utána megint növekszik. Tehát azért van itt egy közvetlen összefüggés az összes beruházás és a ligeti beruházások között, hogy itt azért aki nem a ligetben él és nem a ligetben mozog, ő is el tudja képzelni. Tehát mondjuk egy néprajzi múzeum méretű épületnek az utolsó egyéves munkájába azért mondjuk 200 és 1000 ember között dolgozik ezen az épületen folyamatosan valaki. Tehát én kinézek a teraszról, ahonnan pont a Néprajzi Múzeumot látom, az irodának a teraszát, akkor szabad szemmel is látok 200 embert, és nyilván nem látok be az épületnek a gyomrába. Tehát ilyenkor azért már egy nagyon magas létszám dolgozik kint az épületen annak érdekében, hogy ezt tényleg el tudjon készíteni. A múlt héten nem esett róla szó, és baráti e-mailekben mindjárt emlékeztettek arra, hogy nyilvánvaló a kettőnk viszonya okán maradt ki a beszélgetésünkből a G7 2021. március 16-án 10 óra 4 perckor közzétett írása Jandó Zoltán tollából. Lassan 40 milliárdnál tart Mészárosék városligeti óriás beruházás, holott egész egyszer arról volt szó, hogy abba akkor ott nem illett ez bele, most beleillik. Itt nem nagyon fordult elő, illetve szerintem nem fordult elő sohasem, hogy ami a Városligetet érintette, arról ne lett volna szó, legfeljebb nem pont abban az összeállításban és abban a hozban, ahogy azt időnként a néző vagy a hallgató látni vagy hallani akarta, de hát sajnos minden igényt nem lehet kielégíteni, de az, hogy itt elhallgatások sorozata lett volna, az nem volt jellemző a műsorra, így aztán akik emiatt a múlt héten csalódottak voltak, légy szíves azoknak a csalódását szüntesd meg, és mondd el, hogy mitől lett drágább, ha egyáltalán drágább lett, hiszen itt 2,8 milliárdról írnak, és írnak időbeli csúszásról is, ami szintén hetekben, hónapokban mérhető. Mennyire tervezett, mennyire tervezetlen, mennyire egy újság címlapjára való sztori ez? Nem vagyok újságíró, így nem tudom megmondani, hogy abban az esetben, hogyha más címmel jelenik meg egy cikk, akkor annak a láthatósága az vajon mennyiben csökken. Nem mondom, hogy meg lehet szokni, azért most már 6. éve próbálkozom ezzel, hogy mindig ilyen kattintásvadász címeket adnak a ligettel kapcsolatos cikkeknek, és nyilván ilyen szempontból a drágulás és a különböző hívó szavak és hívó neveknek a megfelelő sorrendben történő felsorolása az nagyobb olvasottságot generál, de azért ha az újságíró rákeres egy picit erre, én magam is többször nyilatkoztam, mind az egész liget költségszerkezetével kapcsolatban, mind konkrétan a Néprajzi Múzeum költségszerkezetével kapcsolatban is, de öntsünk akkor tiszta vizet a pohárba. Tehát a Néprajzi Múzeum teljes beruházása, az újságíró még alul is becsüli, mert ő 40 milliárd forinttal számolt, 50 milliárd forintos nagyságrendben mozog. Ennyibe kerül onnantól kezdve, hogy a gondolat fölmerült, hogy a Néprajzi Múzeum az egykori felvonulási térre, az 56-osok terére költözzen, egészen odáig, amikor 2022 tavaszán majd kinyitja a kapuit a nagy közönség számára, és oda be lehet lépni. Természetesen ez nem csak a generál kivitelezői szerződésnek az ellentételezése, ez az 50 milliárd forint, ez körülbelül 100 darab kisebb, illetve nagyobb szerződésből álló vállalkozói teljesítménynek az eredménye, amiben ugyanúgy benne van a tervezés, előkészítés, bontás, mélyépítés, kiállítás építéstől kezdve az utolsó klímaberendezésnek a behangolásáig, az utolsó rüzsírtartónak, hogy egy néprajzi múzeumtól rendkívül kedvelt szakkifejezést hozzak, helyretétele és pontos bevilágítása, vagy a német tervező partnerekkel történő együttműködés, aki a kiállításnak az útvonalait tervezi, vagy ennek az egész épületnek a kommunikációja. Ez úgy épül föl annak érdekében, hogy ez ne egy never-ending történet legyen, és ne 10 éven keresztül épüljön maga a Néprajzi Múzeum, hogy gyakorlatilag a bizonyos értelemben a tervezés és a kivitelezés az párhuzamosan zajlik. Tehát akkor, amikor mondjuk a Néprajzi Múzeumnak a mélyépítési munkálatai elindultak, akkor még a pontos kiállítótereknek a belső építészeti tervei azok nem álltak rendelkezésre. Ezért teljesen természetes, hogy amikor megkötjük azt a szerződést, azt a generál kivitelezői szerződést mondjuk, ami egy nagy volumenű szerződése a Néprajzi Múzeum tekintetében, ami a teljes szerkezetre és a gépészeti alapszerelésre és nagyon sok mindenre vonatkozik,
akkor ez még nem teljes. Tehát itt még nincs benne minden részletes tartalom. És amikor a tervezés eléri azt az időpillanatot, hogy lehetőség van a szerződésnek a módosítására, vagy ha a közbeszerzés erre nem ad lehetőséget, akkor új közbeszerzési eljárás lefolytatására, akkor ezt követően egy újabb kötelezettség keletkezik a beruházó részéről, egy újabb vállalkozói szerződés köttetik meg, és ez a vállalkozói szerződés biztosítja, hogy az a részlet létrejöjjön. Egy ilyen szerződés módosításról van most szó, 2,8 milliárd forintról, ezt énekelte meg drágulásként az újságírók. Mondom, segítek, lesz még ilyen, és lesz még ettől eltérő különálló közbeszerzés is. A végösszege a teljes számlája nagyjából 50 milliárd forintra rúg ennek a 40 ezer négyzetméternyi bruttó színterületű épületnek, amivel azért ne tévedjünk, ez egy parlament léptékű épület, mindössze 5 méterrel rövidebb egyébként a parlamentnél. A különbség az az, hogy Ferenc Marcellék szerintem egyébként zseniális terve miatt, vagy alapján ennek az épületnek több mint a 60%-a a térszín alatt található, ott, ahol nem olyan rég még tankok parádéztak, vagy autók parkoltak a felvonulási tér kockakövén, úgyhogy gyakorlatilag, ha valaki kijön a területre, már látja ennek az épületnek nagyjából a méretét és az architektúráját, szinte két különálló épületként jelenik meg az 56-os emlékmű két oldalán. Közben próbálok valamivel megküzdeni mérsékelt sikerrel. Én ezt elég messziről hallom, ezt a küzdelmet. Igen, megoldottam. Egy röpke kérdés, és aztán áttérünk másra. Az forgalomtechnikailag megoldhatatlan, hogy az ember a múzeumgarázsból kijöve balra fordulhasson? A múzeumgarázsból kijöve balra fordulhasson. Jobbra lehet menni, és egyenesen. Jobbra lehet menni, és egyenesen. Nem tudok erre most őszintén válaszolni. Megmondom őszintén, nagyon ritkán fordult velem elő, hogy onnan balra kellett volna. Velem gyakorlatban. Megígérem neked, hogy a következő beszélgetésünkben ennek utána nézek, hogy az időszaki állandó, állandó. Milyennek az oka, hogyan állandó, hát a felfestés is ilyen. Ugye a legutóbbi sajtótájékoztató okán is voltam ott, és ilyenkor mindig a mélygarást veszem igénybe, ami egész egyszerűen fantasztikusan néz ki. A kapacitás kihasználtsága, a mérsékelt, de hát ez összefüggésben lehet azzal, amilyen rendkívüli állapot van most. Itt egy fontos dolgot közérdekű információ azért, hogy mondjak el a mélygarázs kapcsán. Ugye időről időre ér minket az a kritika elsősorban a naposabb hétvégéken, hogy az emberek nem a mélygarást veszik igénybe, hanem a liget zöld területén parkolnak. Különös tekintettel egyébként az Ajtósi Dürer sor mellett állnak fel a járdára, vagy magának a ligetnek a területére. Ezt időről időre számon kérik rajtunk. Nyilván részben tudok felelősséget vállalni a sofőröknek a parkolási szokásaiért. Elég aktív az együttműködésünk a főváros rendészetével, a fővárosi önkormányzati rendészettel, hogy hatósági erővel megpróbálja kikényszeríteni, hogy ne álljanak fel a ligetnek a zöldjére, ennek a jogszabályi háttere ez náluk van meg. De ez napokon belül meg fog változni ez a helyzet, nem mi válunk hatósággá, hanem pollerek kerülnek kihelyezésre az Ajtósi Dürer sor mellett, illetve a ligetben több helyen is, olyan pontokon, ahol eddig aktív volt a behajtás, mert alapvetően azért az a cél, hogy az utcai parkolás árszintje alá belül múzeum mélygarázst vegyék igénybe. Ennek nem üzleti megfontolásai vannak, hanem környezetvédelmi megfontolásai vannak. Valóban elképesztően néz ki, amikor a liget zöldjén parkolnak azok, akik a hétvégén mondjuk a ligetbe érkeznek. Összevonjuk a hasznost a hasznossal, a Városliget a lassítás helye vita írat a főváros elképzeléseiről, idestóval a harmadik heten megyünk ezen végig, illetőleg a folytatódik a Városliget tájépítészeti megújítása. Ez egy ezen a héten lévő sajtótájékoztató anyaga. Itt azonos pont, 8-as pont, ebben a Kerpel-Frunius Gábor által jegyzett és köztünk gyakran emlegetett vitaanyagban, amely így szól, a 8-as pont, a nyertes terv az egykori Mimóza domb megidézésére egy hőlégballon felszálló tervezett erre a területre, nem tudjuk, hogy éle még az elképzelés, de a várható túl intenzív használat miatt ezt a funkciót nem találjuk itt szerencsésnek. Hogy mi alapján tud a fővárosi önkormányzat valamiről, hogy éle még az elképzelés vagy sem, ez számomra nem megválaszolható, de
egyrésztről, hogyha elolvasták a Folytatódik a Városliget tájépítészeti megújítása, vagy belehallgatnak a Kejfej Jancsiba, akkor tudhatják, hogy ez az elképzelés él még. Kicsit furcsa, de beszéljünk akkor két mondatot erről, amiről szintén szó volt. Hozzátéve, hogy két mondatnál sokkal többet nem érdemel, hiszen az elmúlt hetekben erről részletesen beszéltünk. A kert eredeti szerkezetét Erich Nebien álmodta meg, és a Mimozazon környékén mindig is egy magaslati pontot látott, ahonnan akkor még ugye képzeljünk sokkal kevesebb fát, sokkal kevesebb intézményt a környékre. Egy egészen izgalmas kilátás nyílt a ligetben, hiszen ha valaki hosszába végignézett a mondjuk a Kóskáról sétány, akkor még nem létezett ebben a formában, de ezen a tengelyen akkor a Hősök tere Andrássy utat tulajdonképpen egész jól látta. Ezt a pontot ragadta meg Szosziár György és a Garten Studio csapata, amikor nyílt tervpályázatot hirdettünk ugye a liget tájépítészeti megújítására, és azt mondta, hogy egy 100 évvel ezelőtt már a ligetben létező igen népszerű attrakciót, ezt a kötött pályán mozgó hőlégballon kilátót, ami fölszáll, leszáll, beszéltünk itt a műsorban is erről, ide a Mimóza dombra képzeli el, hiszen itt van egyedül tér és lehetőség arra, hogy ez a körülbelül 15-20 fővel fölszállni képes, majd visszajönni képes 150 méter magasra fölszálló attrakció, ez valamilyen utómódon megvalósuljon. Abban lehet vita, és ebben van is azt hiszem a projekt kezdete óta a projekt ellenzői, és most ilyeténformán a vitairat ugye magáévá teszi a projekt ellenzőinek egy jelentős gondolati halmazát is, hogy vajon a park túlhasznált vagy alulhasznált. Ez szerintem egy fontos vita, erről alapvetően kell beszélni, és alapvetően ezt se a politika, se a főváros, se a kormányzat, se én nem fogjuk tudni megítélni. Én szerintem az emberek tudják ezt eldönteni, azok az emberek, akik a lábukkal szavaznak, hogy vajon kijönnek a ligetbe, vagy nem. Ők egy túlsűrű ligetet látnak maguk előtt, vagy nem. Ugye a tájépítészeti tervezésnél egy fontos szempont volt, hogy legyenek hangsúlyosabb részek, mint mondjuk a nagyjátszótér, vagy a sportpálya, vagy éppen a kutyás élménypark, amik tematikus attrakciók egy parkba, ami miatt önmagában érdemes kilátogatni a Városligetbe, és legyenek csendes, ligetes, nyugodt részek, ahol gyakorlatilag a zöld gyepen, a cserjén és a fákon kívül semmi más nincs. Egy 99 hektáros közparkról beszélgetünk, ilyen és olyan funkciók az én érzésem szerint békében megférnek egymás mellett, de azokat kell megkérdezni, akik a naporozó réten heverésznek, és nem vesznek igénybe semmilyen szolgáltatást a ligetben, vagy pedig éppen a játszótéren terelgetik a gyerekeiket. Miután én ismerem a helyszínt, tudom, hogy amit a sajtótájékoztató anyagából említek, illetőleg ennek a vitairatnak a 13-as pontja az ugyanabban a tengelyben, de nem ugyanabban a struktúrában helyezkedik el. Ugye, amit a vitairat mond, az azt mondja, hogy a Néprajzi Múzeum és az Ajtósi Dózsa György út sarka között képült sétány tengelyének lezárására egy vertikálisan is értelmezhető szobrot javaslunk, amely a megépítésre nem javasolt színház területén kapna helyet egyfajta belépő kaputérséggel együtt, ahol nagyobb növényesítésre is nyílik alkalma. A szobor egyik lehetséges tárgya, a közpark eredeti tervezője Henrik Christian Nebien lehet, neki Budapesten nincs szobra, pedig a világ egyik első közparkjának tervezői ezt megérdemelné 200 évvel a park születés előtt. Tényleg biztos kötekedésnek tűne, de hogyha egyszer egy ilyen vitairatban hirtelen rájönnek arra, hogy oda szobor kell, amiről korábban egyáltalán nem volt szó, akkor hogy a szobor egyik lehetséges tárgyának nevezzék Nebient is. Ne azt mondják, hogy akkor ez legyen Heinrich Christian Nebien. Ezt valójában a fővárostól kéne megkérdezni, hogy mitől ilyen megengedőek, ha már egyébként kitalálják, ezt fogalmam sincs. Ugyanakkor ugyanerre a tengelyre, de egy másik struktúrájában mondja, folytatódik a Városliget tájépítészeti megújítás a szöveg. Azt mondja, folytatódik a Városliget promenád kialakítása is, amelynek első a múzeum mélygarázs fölött elterülő szakaszát a 2020 decemberében adták át a nagyközönségnek. A jelenleg zajló újabb néprajzi múzeum és a műcsarnok közötti, ugye ez egy másik szakasz, kialakításával teljes hosszában a hangulatos sétánya alakul az egykori felvonulási tér egy része, kényelmes utcabútorokkal és esti
kivilágítással. Szabadon bejárható parkosított terület lesz a Néprajzi Múzeum ikonikus új épületének teteje is. A nemzetközi terpályázaton kiválasztott fordított kapuzatú gyönyörű épületet 2022 év elején veheti majd birtokba a nagy közönség. Ez lenne ma még a megbeszélendők tárgya, de nem maradunk téma nélkül a jövő héten sem. Figyelek! Képzeletbe üljünk be egy időgépbe, és ne túl sokat, csak egy 5 évet menjünk vissza az időben, és idézzük magunk elé, hogy mit is látunk tulajdonképpen a Hősök tere és az Ajtósi Gyűrűs sor között a Dózsa György út mellett, akkor, amikor ott valaki végig autózott, azt hiszem olyanból azért kevesebb van, aki itt megpróbált végig sétálni. Hogyha valakinek nem dereng, akkor segítek ebben. Ugye a műcsarnok mellett egy burkolt, lebetonozott parkoló, hogyha valakinek a síelés a hobbija, onnan is emlékezhet rá, számtalan síelés és egyéb társasutazás indult innen, hiszen ott álltak gyakorlatilag ezek az óriási 40, vagy ha emeletes buszról van szó, a 70 fős buszok, és innen indultak gyakorlatilag világhódító útjukra. Ezt követően, hogyha az ember valahogy halált megvető bátorsággal keresztette az ott lévő utat, akkor jutott az egykori felvonulási térre, ami ugye egy burkolt terület volt, ahol autók parkoltak egy jó darabig teljesen ingyenesen, ez volt a városközponthoz legközelebb eső ingyenes P-tuszer parkoló, aztán utána Zugló és a főváros megállapodásának köszönhetően Zugló bevezette a fizető parkolást ezen a területen. Ezen a ponton gyakorlatilag egyébként kiürült az egykori felvonulási tér. Ha az időgépbe átállítjuk a kapcsolót, és megnézzük, hogyha a másik irányba megyünk, mondjuk mit látunk itt mostantól számított 1 év múlva, akkor azt tudom mondani, hogy ha a Hősök terétől elindul az ember, akkor először a műcsarnok mellette egy hangulatos promenádrészt fog találni, ahol burkolt felület, zöld felület, sétányok, utcabútorok lesznek megtalálhatóak. Organikusan folytatódik a Néprajzi Múzeum főbejáratával, gyakorlatilag a Hősök teréhez közelebb álló főbejáratával ez a sétány, de a Néprajzi Múzeum és a Dózsa György út között egy promenád húzódik majdnem 1 kilométer hosszan, hogy a Néprajzi Múzeum másik végén, az Ajtósi Dürerhez közelebb eső részen ismét kiszélesedjen, és gyakorlatilag a már elkészült a múzeum mélygarázs tetején megvizsgálható promenádba folytatódjon. Én üdvözlöm a fővárosnak azt az elképzelését, hogy ez a promenád, ez a több mint 1 kilométeres promenád, ami a Hősök terétől az Ajtósi Dürer sorig tart, és amely tulajdonképpen bizonyos értelemben a műcsarnokkal kezdődik, ez valamilyen lezárásra, vagy ha az Ajtósi Dürer felől nézzük, akkor nyitásra szorul. Ennek valamilyen építészeti jelnek itt meg kell jelennie. Hogy ide ki a Heinrich Nebien szobrát képzeli el. Jó, de Bence, azt egyéb szobrot képzel el. Tisztáztuk, hogy ez nem úgy van, hogy a Fiala azt mondja, hogy itt legyen egy szobor, és lesz. Azok a fővárosi önkormányzat sem, és a Városliget ZRT se döntheti el ezt egy oldalon. Ezt a városi, gondolom, hogy ezt egy építési szabály, valamit, valahol ezt rögzíteni kell. Melyik az a szervezet, amelyik ezügyben dönthet? Ugye itt van egy építési szabályzat, az építési szabályzatot felírő kormányrendelet. A kormányrendelet ma ide, ebben a másodpercben a Városligeti Színházat, az 1952-ben lebontott Városligeti Színházat határozza meg, mint felépíthető épületet. Ennek a Városligeti Színháznak egyébként a tervezése befejeződött. A Városligeti Színház jogerős és végrehajtható építési engedéllyel bír, ezt az épületet akár a holnapi nap folyamán el lehetne kezdeni kivitelezni. Az egyetlen dolog, ami miatt jelenleg nem épül a Városligeti Színház, ez a gyermekszínház, ott pontosan az a politikai vita, ami a kormányzat és a főváros között áll, és amiben miniszterelnök úrnak az az önkorlátozó mondata, amit az önkormányzati választások után tett, hogy a fővárosban semmi olyan nem épül, amit a fővárosiak vagy a főváros nem támogat. Ez az egyetlen oka annak, hogy a Városligeti Színház gyermekszínházként nem zárja le. Igen, ezt a de promenádot. Ez a történet ez arról szól, hogy azért is kellene, hogy ott legyen a szobor, hiszen ha a szobor ott van, és az nem a színház területén, és az nem a színház épületében van, aminek kicsi az esélye, bár minden lehetne a színház épületében egy szobor, ha ott szobor van, akkor nem lesz színház. Tehát ez itt most jelleg nem egy és, hanem vagy.
én azt gondolom, hogy ez még egy vita a felek között. Értem. Ebben az én ismereteim alapján a kormányzat és a főváros nincs azonos állásponton. Lehet, hogy akár napokban is lesz erről beszélgetés. Ilyen szempontból nekem természetesen van véleményem, sőt még vágyam is a tekintetben, hogy mit látnék ott szívesen. És ezt a vágyat még adott helyzetben helyesnek is gondolom, de ilyen szempontból én egy kormányrendeletek és a vonatkozó törvények végrehajtására létrehozott cégnek vagyok a vezetője. Nekem a mozgásterem relatív kicsi. Én, hogyha egy Bernáthegyi futtatót látnék ott szívesen, erről se tudok önállóan döntést hozni. Ez nyilván vagy egy kormánydöntés, vagy egy törvény szükséges. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás jövő héten folytatjuk. Szia! Állok rendelkezésre. Szia! György Javis Benedeket hallották a Városliget ZRT